Itt Székesfehérvárott egy olyan kiállítás született meg, amely sok-sok évenként születik meg egy országba. Ezekkel a szavakkal kezdte köszöntő beszédét Spányi Antal megyés püspök a Szent István Király Múzeum záró eseményén, melyen ünnepélyes keretek közt üdvözölték, hogy a Királyok és Szentek az Árpádok kora kiállítás mostantól egy azonos című kötet formájában él tovább. Külön szeretném megköszönni a szerzőknek a dolgozatot, a munkát, és furcsa ezt hozzátenni egy kötetnél, de hozzá kell a bátorságot is, hogy ezt a munkát elkészítették, és ez megjelenhetett. Ezt már Cserpalkovics András mondta köszöntőjében, kiemelve, hogy a kiállítás valójában nem zárul be, hanem a kötettel folytatódik. A Szent István Király Múzeum és a Magyarság Kutató Intézet közös kiadásában megjelenő kötet összesen 18 tanulmányt tartalmaz, melyek a korszakkal foglalkozó régészek, eszme, vallás és jogtörténészek, történészek, néprajzkutatók és archeogenetikusok tollából származnak. Az előszót is 5 kiváló személy írta, akiknek az összefogása miatt a kiállítás is és a kötet is létrejöhetett. Gondolatunk itt Spányi Antal püspök úrra, Kástár Miklós volt miniszter professzor úrra, Cserpalkovics András polgármester úrra, Pokrovenszki Krisztián a Szent István Király Múzeum igazgatójára, és jó magamra ugye a Magyarság Kutató Intézet igazgatója. De nem ez a lényeg, hanem az a 18 tanulmány, ami az elmúlt évek legújabb eredményeire támaszkodik, tehát nem régi avittos tanulmányokat olvashatunk a szentek dinasztiájáról, szent királyok dinasztiájáról, hanem a legújabb eredményeket veheti kézbe az olvasó. A kötetet Ringer István, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársa, a kötet szakmai lektora mutatta be a jelenlévőknek, külön kiemelve a Székesfehérváron folyó kutatások fontosságát. A Királyok és Szentek az Árpádok kora kiállítás március 18-ától augusztus 31-ig több mint 43 ezer látogató számára jelentett felejthetetlen élményt, aki pedig ismét szeretné átélni a látottakat, esetleg lemaradt a kiállításról, az a könyv segítségével mélyülhet el hazánk meghatározó évszázadaiban.